Szép napot! Szatmári Nóra vagyok. Elérkezik egy következő hét, így pedig jönnek a következő heti cigánykártya üzenetek. Ez a hét ugye majd a 2024. január 15-ével kezdődő időszak lesz. Ahogy megszokhattátok, minden napra húzok egy lapot, és azt elemzem, aztán a végén még egy kisebb léptékű összeolvasást is csinálok. Remélem, hogy mindenki megtalálja benne a számításait, és remélem, hogy ez a 2024-es esztendő hoz olyan típusú örömöt, változást, amit akár már ez a hét is alá tud támasztani, ez a hét is meg tud mutatni nektek. Na nézzük az első lapot, méghozzá ez a gondolat lapja lesz hétfő. Mindig azt üzenem ezzel a gondolatlappal, hogy valamilyen hasznos dolog megfogan a fejedben. Lehet ez tényleg egy jó gondolat, egy jó ötlet, egy segítő szándék. Mindenképpen tudod tágítani a szellemi horizontot, tud fejlődni a szellemiséged, ki tudsz lépni a megszokott gondolkodási síkodból. És ugye a gondolat, azt azért ne felejtsük el, hogy mindig van a vágy, ami ugye még csak annak a valamiféle érzelmi síkon megteremtődő folyamat, hogy valamit szeretnénk elérni, a gondolat viszont meg már az, hogy áttevődik ugye a vágyunk egy értelmem síkra, ahol vannak megfogható lépéseink, és a megfogható lépésekből fakadóan még tudunk menni egy adott úton, és majd ebből keletkezik egy cél is. Gyakorlatilag ugye itt már nem csupán álmodozunk valamiről, hanem a megvalósítás útjára rá fogunk lassanként lépni. És gyakorlatilag nagyon fontos az, és legalábbis én nagyon fontosnak tartom, hogy egy ilyen lappal mindig legyünk nagyon-nagyon racionálisak, cselekedjünk józanul, megfontoltan, előre megtervezetten. Mert hogy megtervezettség nélkül a gondolatunk nem fog eljutni a célig, akkor jut el, hogyha megvannak azok a előre meghatározott lépések, amikkel eljutok A-ból B-be. Legyünk mindig, ahogy említettem, racionálisak. Tényleg nagyon fontos az, hogy ne kergessünk olyan álmokat, vágyakat, amik a mi lehetőségeinkhez, képességeinkhez, tudásunkhoz teljesen irracionálisok, és egyszerűen nem tudnak illeszkedni. Én nagyon hiszek abban, hogy mindenki azon a szinten keresgélje az ő következő lehetőségét, ahol éppen van, mert ha megtalálod az adott szinten a következő lehetőségedet és kiteljesülésedet, az fog följebb vinni a következő szintre. Tehát mindig ugye föllépünk egy adott szintről egy másik szintre, és ott ugye nem az van, hogy akkor azonnal lépek tovább, 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 hanem mindig kell ott valamit találni, amit az adott szinten megvalósítok. Fú, remélem, hogy ez érthető volt. Gyakorlatilag a józan ésszel és a tiszta elmével tudsz majd mindent meghatározni, és érdemes is egyébként fogni, venni egy papírt, egy másik kezedbe egy ceruzát, tollat, és leírni, hogy mit szeretnél, hogy szeretnéd, mikor szeretnéd, milyen ritmusban kell ezt megcsinálni, mikor milyen rendelkezésedre egy feladat megvalósításához, és sose felejtsétek el azt, és ezt mindig el szoktam mondani, hogy a gondolatnak teremtő ereje van, tehát amire gondolsz és amire fókuszálsz, azt meg tudod teremteni. Persze, természetesen azért illik hozzá cselekedni is. Na nézzük a keddi napunknak a lapját, ez pedig az ellenség lapja. Nyilván az ellenség ugye mindig egy ilyen nagyon részben félreértett lap, részben pedig nagyon két élő lap. Általában azért nagy részben személyt jelöl, de szerintem nem mindig. Valójában nagyon könnyen megtörténhet az, hogy ugye a saját sötét oldalunkkal kell szembenézni, nem pedig szigorúan valaki olyannal, aki ugye kívülről próbál minket ellehetetleníteni, nekünk keresztbe tenni, vagy összezavarni a mi gondolatainkat, vagy eltéríteni minket a tervünktől. Ugye az ellenség szó egyébként is szerintem nagyon erős, de persze teljesen jogos, hogy van egy ilyen lap a pakliban, viszont
Ne felejtsétek el, hogyha eleve ránéztek a lapra, vagy rágondoltuk az ellenség szóra, akkor egy csomó negatív jellegű érzelmet tudunk hozzá kapcsolni, olyat, mint irítség, rossz indulat, gonoszság, frusztráció, gyűlölet, harag, méreg, dű, féltékenység, félelem, kétség. Tehát, hogy ezek mind-mind ott topzódnak, nem csak bennünk, hanem nyilván a környezetünkben élő, lévő, dolgozó emberekben is. És nagyon fontos az, hogy ha megindul bennetek valami olyan típusú, az előbb felsorolt érzelmi faktor, ami úgy meg is akar mutatkozni, ki is akar szaladni, akkor nagyon alaposan és gyorsan gondoljátok azt át, hogy ho-ho-ho-ho, mi idézte ezt elő belőlem? Mi az, ami valódi kételjeimet okozza? Mi az, amiért én tényleg most morcos, mérges, dühös lettem? Van egyetlen értelme, ami miatt a dolog miatt haragosnak lennem, vagy frusztráltnak lennem? És pontosan azért mondom ezt, mert a tapasztalataim nagyon nagy százalékban azt mutatják, hogy az emberek saját maguk ellenségei leginkább, nem feltétlenül a külvilágban vannak ellenségeink. Természetesen nem állítom azt, hogy nincsenek a külvilágban ellenségeink, hiszen én magam is például a személyes konzultációk során néha leesik az állam, hogy oda jön valaki, és meg sem szólal, amikor azt mondom, hogy te jó ég, van valaki a környezetedben, aki nagyon irigy rád, és nagyon-nagyon keresztbe tesz neked, tehát természetesen vannak kívülálló ellenségeink, de higgyetek, hogy nagyon sokszor magunknak ártunk a legtöbbet. Egy biztos, az ellenséglap alapvetően a legrosszabb típusú energiát tudja belőlünk kihozni, és útnak indítani, és alkalmanként ezen a héten, ugye itt a keddi napról beszélünk, lehet, hogy úgy viselkedünk, ahogy egyébként nem szeretnénk, és persze ez fordítva is igaz, lehet, hogy velünk viselkedik majd valaki úgy, vagy mond olyat, amit nem szeretnénk hallani, vagy nem szeretnénk átélni. Nagyon fontos, hogy nyilván az a ilyen típusú piszkálódós, beszólogatós, keménykedős helyzetekben az egyetlen jó dolog szerintem az, ha az ember fogja a nyúlcipőt, és nagyon-nagyon-nagyon messzire szalad, és nem beleáll egy ilyen típusú élethelyzetbe és vitába. Tehát nem vagytok kötelesek eltűrni ezt a fajta energetikai hatást, ha ez egyébként bizonyíthatóan kívülről érkezik. Na nézzük, hogy a szerdai napra a veszteséglap mit fog nekünk üzenni. Nyilván a veszteséglapban is ugye benne van az a fajta állapot, amit az ellenséglappal kapcsolatban is a legelén elmondtam, hogy sokszor félreértett lap, sokszor az emberek ránéznek ugye a fizikai rajzra, és azt látják, hogy úristen, el fogom veszíteni a pénzemet. Miközben ugye ez bőven nem igaz, a pénz legfeljebb csak egy eleme lehet a veszteségeinknek. A veszteséglap lehet nagyon-nagyon sokrétű, anyagi, erkölcsi, kapcsolati, érzelmi, de szerintem a legfőbb veszteség, amit egyébként el tudunk könyvelni, az egyébként az idő. Ha az időt vesztegetjük szerdán, na abból lesz a veszteségünk. Tehát, ha patópálkodunk, nem válaszolunk egy kérdésre, majd holnap megcsinálom, majd most nem megyek el erre a vizsgára, majd jövő héten, vagy majd a következő fél évben elmegyek, na, szerintem életünk legrosszabb döntéseit hozzuk. Tehát nagyon fontos, hogy a szerdai napon ne vesztegessük semmire az időt, energiát, a tudásunkat, hanem csináljuk, amit kell, és próbáljuk valamilyen formában észrevenni azt, hogy valami késlekedik, valami nem stimmel, valami nincs a helyén, mert gyakorlatilag ugye pont ezek a nem stimmelnek dolgok fogják azt megmutatni, hogy hol kell nem beleállnunk a veszteség állapotába, hanem tudunk ellene tenni. És nyilván én nem állítom azt, tehát azért nem szeretném ezt a lapot felmagasztalni, de nyilván egy veszteség lappal nagyon gyorsan átfordulhat ugye az életünk jó irányba, mert a sors gyorsan megmutatja, hogy hello, amit csinálsz, az nem hoz hasznot, annak semmi értelme, az tényleg csak veszteséggel jár, vedd már ezt észre, tehát tulajdonképpen akár ilyen szempontból ez amúgy jó is lehet, hogy persze elkönyvelünk egy veszteséget, de kapunk helyette azonnal és automatikusan egy nagyon jó választ arra, hogy hol tudjuk a veszteségünket visszanyerni. Nyilván ugye, ha nagyon racionális, sőt materiális leszek, akkor természetesen ez az a nap, amikor ne adjunk kölcsönpénzt senkinek, ne hagyjuk magunkra a pénztárcánkat, a táskánkat, ne felejtsük nyitva az autónkat, vagy a lakásunkat, mert az veszteséggel járhat ilyen-olyan formában. Na nézzük a csütörtöki
lapunkat, ez pedig a szerető lapja, vagy szerelmes férfi lapja. Én ha szoktam hallani ezt a szívkirály kifejezést, bevallom össze, hogy nekem nagyon idegen, tehát tőlem nem fogjátok ezt hallani, nekem marad ez egy szeretőnek, vagy szerelmes férfinak ez a lap, mint elnevezés. Maga a férfi általában, ugye, ha férfi, most aki engem hallgat, az biztos, hogy őt jelöli, és nagyon jól megállja a helyét ezen a csütörtöki napon, megoldja a problémákat, a különféle történéseket, megfelelően reagálja le, és adott esetben bármilyen cselekedet, vagy esemény zajlódjon körülöttetek férfiak körül, alapvetően biztos, hogy nagyon jól fogjátok tudni kezelni, nagyon jól hely tudtok állni, és szerintem sokan még hálásak is lesznek. Ha viszont ugye női oldalról kezeljük és elemezzük ezt a dolgot, akkor amondó vagyok, hogy valószínűleg föl fog tűnni egy férfi az életünkbe, aki segítő formában, akár mentor, támogató, segítő titulussal tényleg fölruházható, és kérdezhetünk tőle, válaszokat kapunk, vagy ha vállalkozó vagy, ajánlatot kér, vagy lehet, hogy végre valaki visszahív, akit már tök régóta kerestél, és valahogy nem sikerült összehozni egy beszélgetést, úgyhogy mindenképpen ez egy nagyon fontos érzelmi alapon is nyugvó kapcsolódás lehet, de alapvetően bármilyen formában jelenik meg egy férfi ezen a csütörtöki napon az életünkbe, tegyük össze a két kezünket, mert valamit tanulhatunk tőle, valamit kaphatunk tőle, valami akár egy útmutatás, akár egy jó ötlet, egy tanács is jöhet tőle, ami előrébb visz és segít minket abban, hogy az aktuális céljainkat, vágyainkat megvalósítsuk. Jó, és az utolsó gondolatom, természetesen lehet ez egy szerető férfi, tehát egy valós érzelmeken alapuló kapcsolódás, amikor valamilyen formában a boldogság, az öröm, a szerelem, a szenvedély, a kiteljesedés megjelenhet, úgyhogy akinek van ilyen lehetősége ezen a napon, akár már meglévő kapcsolatban, akár egy randi formájában ezt megélni, azt tegye meg, és igenis bátran éljétek meg azt, hogy ott van egy férfi, aki valószínűleg egy kicsit többet akar tőletek, mint amit így elsőre gondoltatok volna. A pénteki napunk lapja az a katonatiszt. Ugye a katonatiszt nekem mindig a mars szimbólumával jelenik meg, tehát egy marsikus erő, egy erőteljesség, ugye katona, háború. Lehet, hogy ő éppen itt nem háborúzik, és lehet, hogy éppen ő egy ilyen háborúmentes időszakban van, de egy biztos ott van a kezében a kard. Látszik, hogy nyilván ugye a szeméttakaró gézlapból fakadóan, hogy megjárta a hadak útját, a szó nagyon szoros értelmében. Egy tuti biztos, tele van tűzzel, tele van akarattal, tele van harciassággal, annak ellenére is, hogy ő éppen tulajdonképpen úgy tűnik, hogy egy nyugalmi állapotban van, és éppen nem szalutál, és nem kell valamilyen parancsot teljesítenie, de hogy ő bármikor kivonja azt a kardot, és megküzd bárkivel, az tuti biztos. Nyilván, hogyha ezt a bocsánat, ezt a katonatiszlapot ugye magunkra értelmezzük, függetlenül attól, hogy női vagy férfi oldalon állunk, akkor azért fontos azt a kérdést föltennünk, hogy mi az, amiért meg akarunk küzdeni, mi az abszolút pillanatnyi vágyunk, a munka érdekel minket, a szakmai előmenetel, vagy egy anyagi ügyet akarunk megoldani. Egy biztos, ezzel a lappal tulajdonképpen ezen a pénteki napon bármit elérhetünk, bármit megcsinálhatunk, mert hogy benne van a lapban az akarat, a kitartás, az eltökéltség, az ambíció, az a fajta többletenergia, ami tényleg bármilyen célhoz elvisz minket, csak egyszerűen el kell indulni azon az úton, amit kiszemeltünk magunknak, bármi legyen a feladat és bármi legyen a vágy. Na nézzük a következő lapunkat. Szombat, és ez pedig a hamisság lapja. Nyilván a hamisság lapja is sok szempontból így-úgy félreérthető, de az tény és való is elkerülhetetlenül ott van benne, hogy benne van a csalárdság, a hamisság, a félrevezetés, a kamukázás, a képmutatás, a becsapás, a kétség, a félelem, tehát nagyon sok ilyen picit ilyen érzelmi alapon nyugvó, de kellemetlen típusú megnyilvánulás.
olyan élethelyzetet jelöl a hamisság lapja, amiből nyilvánvalóan nem lehet jól kijönni. Vagy azért nem tudunk jól kijönni belőle, mert egyértelműen mi magunk vagyunk valakinek az áldozata, aki ugye be akar csapni minket, át akar verni minket, vagy az is lehet, tudjátok, hogy nem akar átverni, nem akar becsapni, de nem mondja el az igazat, hanem hallgat. És ugye az én olvasatomban ez a nem mondom el a Józsinak az igazat, mert nem akarom, hogy neki fájjon, az legalább ugyanúgy hamisság, legalább ugyanúgy hazugság és hallgatás, mintha elmondanám. Tehát én az ilyen szituációkban bele szoktam állni, de nem egyszerű, mert ugye általában ilyenkor mi magunk vagyunk a bűnbakok. Ha ugye megfordítjuk ezt a helyzetet, és mi akarunk valakinek nehézséget okozni, ártani, keresztbe tenni, óvatosan kell bánni ezzel a szituációval, mert nagyon gyorsan kiderül, hogy mi csinálunk, és ugye akkor meg azért jövünk ki belőle, mert kiderül, hogy álnok emberek vagyunk, és hát ugye óvatosan bánni ezekkel a szituációkkal. Szóval, vegyétek észre azt, hogyha valami nem kerek. Ha valami valahol elakadt, és ebből az elakadásból fakadóan elkezd egy ilyen spirál kialakulni, és valami nagyon nincs a helyén, hiszen ugye ez a valami nem stimmel, valaki nem őszinte, mi nem vagyunk őszinték, valaki hamis, megtévesztő, csaló, pénzt akar kölcsönkérni, bekopog az ajtón, kinyitjuk az ajtót, pedig nem kéne kinyitni az ajtót. Nagyon kell arra vigyázni, hogy észrevegyük időben a környezetünkben megforduló emberekkel kapcsolatban, hogyha valami olyan cselekedetük, meg megnyilvánulásuk van, ami egyértelműen valami nem kerek állapotot jelöl, és ne csak vegyük észre, hanem reagáljunk is rá. Tehát nagyon fontos, hogy ha már észrevettük, akkor mondjuk azt, hogy figyelj, még mielőtt tovább mondanád, nem. És nagyon fontos nyilván egy ilyen lappal, hogy ezen a napon ne adjunk kölcsönpénzt, ne adjuk oda az autónkat, ne higgyük el, hogy ó, hát én csak elugrom 5 percre a boltba, és ha 3 órát hiányzott a házastársunk, akkor az 5 percre lévő boltba elugrott, de vajon mi a csodát csinált ennyi időn keresztül? Tehát ugye itt mindenképpen azért bátran figyeljük a környezetünket, a környezetünkben megforduló embereket, mert ez a hamisság sztori valahogy ki fog bukni, és észre fogjuk venni azt, hogy hol van az, ami nem stimmel az életünkbe, és nyilván erre érdemes lesz majd megoldást is találni. Az utolsó lapunk vasárnapra a hűség lapja. Ezt a lapot egyébként én nagyon-nagyon szeretem, mert én mindig el szoktam mondani, hogy a kutya oké, hogy hűséges, és ugye meg is mutatja, hogy egy sírt őriz, és nem tudjuk mióta őrzi, és azt sem tudjuk, hogy milyen sokáig fogja még őrizni, de ugye ezzel jelzi a hűséget. Ugye a kutya egyébként is a hűség jelképeként van a különféle kultúrákban feltüntetve, és a kutya ugye, mint egy szolgálatkész, kitartó, elkötelezett, elhivatott szimbolika jelenik meg a képen, de nekem mindig az jut eszembe, hogy itt nem arról van szó, hogy legyünk hűségesek a párunkhoz, a gyerekünkhöz, a munkánkhoz, legyünk lojálisak mindennel és mindenkivel szemben, sokkal te inkább az jut eszembe, hogy legyünk hűségesek a saját elveinkhez. Legyünk hűségesek ahhoz, amit eddig kimondtunk, amit eddig képviseltünk, tehát ne térjünk el arról az útról, ami eddig valamilyen formában azért minket valahova elvitt, és valamilyen formában minket megismertek. Szóval a köpönyekforgatás ezen a napon nagyon-nagyon nem célszerű, sőt kifejezetten kerülendő típusú cselekedet. És ugye maga a hűség egyébként olyas valakinek a tulajdonsága, aki ugye álhatatos, rendszerezett, tudatos, és ugye megint csak, még ezt a szót is ide mondom, hogy ragaszkodó. Ragaszkodó az elveihez, a vágyaihoz, azokhoz a célokhoz, amiért küzd. És ugye azért a hűséglapban nyilván fölmerül az emberben az a kérdés, hogy, hogy akkor nem oké, hogy önmagamhoz hűséges vagyok, de másokhoz nem kell hűségesnek lennem? De kell, de csak addig, ameddig az számodra még kivitelezhető. Hűséges akkor legyél, hogyha van miért hűségesnek lenned valakihez. Ha például valaki nem kapja meg ugye a hűség tárgyát szimbolizáló személytől azokat a viszonzásokat, amik igenis járnának az ő hűségéért,
akkor miért lennél hűséges? Én nem megcsalásról beszélek, de ez ugyanolyan, mint a hit meg a vallás, hogy látom azt, hogy emberek rendületlenül mondjuk hisznek valamilyen istenségben, és itt most nem valamilyen vallási kultúráról akarok kifejezetten szót ejteni, hanem hisznek valamiben, de nem úgy cselekednek. Hát akkor nem hűségesek. Tehát én hihetek valamilyen istenségben, ha az csak valamilyen külső látszat, de közben otthon mondjuk tök másképp viselkedem, mint ahogy az a valamilyen mondjuk a valláshoz kapcsolódó könyvben le van írva és körbe van írva. Na jó, ezt egy kicsit túlragoztam, elnézést is kérek érte, egy biztos. A hűség jelezhet egyébként tartós kapcsolatot is, tehát megnyugodhatsz azzal a kapcsolatban, hogy például azokkal az emberekkel, akikkel vasárnap együtt vagy, azok hűségesek hozzá, te is hűséges lehetsz hozzájuk, de mutathat olyat, hogy igen, egy barátoddal egy picit már régebben beszéltél, legyél szíves, hív föl, mutasd ki a hűségedet iránta, és mutasd ki az iránt is a hűségedet, hogy igen, hűséges vagy a munkádhoz, vagy a főnöködhöz, vagy a vállalkozásodhoz, de persze nyilván adott esetben hűséges lehetsz az otthonodhoz is, akkor ápold az otthonodat. Tehát ez a, ugye, hűségesnek lenni az azt is jelenti, hogy ápolom azt az adott kapcsolatot, kapcsolódást, ápolom azt a valamit, amihez vagy akihez hűséges vagyok. Nos, hosszú történet, egy biztos, én a mondó vagyok, hogy ez a hét alapvetően összességében egy jó energetika. Nyilván kedden egy kicsit jobban oda kell figyelni arra, hogy kivel beszélek és mit mondok neki, hogy ugye nehogy egy ilyen vita, konfrontáció kialakuljon, illetve a szombati napon ez a hamisság történet az, amire bátran figyeljünk oda, és hogyha igenis kételyek merülnek fel bennünk, akkor kérdőjelezzük meg azt a dolgot, és nem kell mindent elhinnünk. De összességében mindent egybevetve mindenképpen a mondó vagyok, hogy szerintem ez egy jó hét, jó energetikával, de sok feladattal és sok odafigyeléssel, de legyen így. És hát ha így van, akkor így van. Nos, én köszönöm, hogy meghallgattatok, ha pedig valaki jönne személyes konzultációra, akkor megtalál a +36 73 11 61 25-ös számon. A legjobbakat kívánom!